1989. május 19. A honvédelmi miniszter bejelenti, a néphadsereg állománya is támogatja a reformokat. A tisztek döntő többsége szükségesnek tartja az őszinte szembenézést múltunkkal. Nagyon komoly egészségmegőrző hatású mondatok ezek, súgja egy korvinközi optikus. Május 20. Az MSZNP reformkörei követelik, hogy a párt mondja ki, nagy Imre politikai koncepciós peráldozata lett, minden ötödikes betéve tudja az evolúció feltétele a gyors alkalmazkodás. Az erkölcs oktatás persze nem része a tanmenetnek. Május 22. Hongyula és Szűrös Mátyás kimondja a várva várt mondatot. Május 23. Létrejön a megállapodás a június 16-i Nagy Imre temetéssel kapcsolatban a kivégzettek hozzátartozói, a Történelmi Igazságtételbizottság és a hivatalos szervek képviselői között. Május 24 az ellenzéki kerekasztal az MSZMP részéről elfogadja tárgyalópartnernek Posgai Imrét.